Őket már begyűjtötték. Tavaly évvégén megszületett az a rendelet, amely szabályozza a kóbor állat befogásával, tulajdonjogátruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatokat, és amely részletesen szabályozza az ebrendészeti telepek feladatkörét. A jogszabály előírja, hogy minden önkormányzatnak rendelkeznie kell saját ebrendészeti ellátással vagy szerződéssel. Gerő Attila Siolgárd polgármestere elmondta, hogy náluk szerencsére kevés kóbor ebet látni az utcákon. Az elmúlt 5 évben egyszer kellett csak riasztani a gyepmesteri szolgálatot. Társulásban vagyunk, és a Faddi önkormányzat kezelésében van a gyepmesteri szolgálat. Ők jönnek ki, ugye több település is tartozik hozzá. Ez egy jól működő dolog, de mondom még egyszer, hogy szerencsére kevésszer kellett nekünk az igénybe venni ezt a szolgáltatást. Glück Robert pári polgármestere elmondta, hogy 2018. január 1-je óta rendelkeznek gyepmesteri szolgáltatással, szükség is volt rá, hiszen 2019 óta több mint 20 ebet gyűjtöttek be. Havi rendszerességgel érkezik a gyepmester. Eddig havonta egyszer jött, minden hónap utolsó hetén szerdán, de ugye ezek a jogszabályok, és január óta havi 2 alkalommal kell jöjjön. A szabályozás miatt közegészségügyi, állategészségügyi és állatvédelmi szempontból is jobb lesz a helyzet, illetve javulhat a telepeken tartott állatok jóléte és a gazdához jutásuk esélye is.